Krisztustól, amivel a jobblatort kitüntette. Adja Isten, hogy a Szent Keresztnek a tanítása mindig jobban átjárja mindnyájunk lelkét. Elnyerjük Krisztus irgalmát, és így méltók legyünk arra, hogy föltámadásának az új életében is részesülünk. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halászállt a poklokra, a halott napon föltámadt az írtak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim Krisztushoz, örök főpapunkhoz, aki jó pásztorként jött el közénk, hogy országába hívjon minket. Áld meg, Urunk, II. János Pál pápát, főpásztorainkat és papjainkat, hogy a jó pásztor áldozatosságával végezzék a rájuk bízott munkákat. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Légy, Urunk, jó pásztora az egész világnak, hogy békében éljenek a nemzetek, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Vezesd egységre nyájadat, hogy egy akol legyen és egy pásztor, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Áld meg, Urunk, a keresztény családokat, és támasz belőlük szent papi és szerzetesi hivatásokat, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Adj erőt a fiataloknak, akiket szolgálatodra kiválasztottál, hogy felelősségteljesen elfogadják, és őrizzék a hivatás kegyelmét, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk és Istenünk, Te a jó pásztor életedet adtad érettünk, add, hogy sokan kövessék hívó szavadat, és a Te áldozatos szereteteddel dolgozzanak a lelkekért, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Yeah.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert odaadta érettünk életét, a régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, üdvösségünkért fölajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjon, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld, Szeven Úrunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben János Pál pápánkkal,
Péter és László püspökünkkel, és az egész